és kerülj a zónába. Ha szomorú vagyok, akkor dobom azt, és inkább király leszek. Barney Stinson mondta ezt az Így jártam anyátokba, szerintem nagyon-nagyon jó a gondolata. De mi is jelent ez a zóna, a zónába kerülés, ez a flow állapot? Zónában lenni, hiperfókuszban, flowban lenni, a pillanatban, a pillanatot megélni, sokféleképpen nevezhetjük, lényegében ez az embernek a legproduktívabb állapota. Sziasztok! Engem Szántó Péternek hívnak, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem, ami egy bakancslistás álmom, a HVG könyvek kiadásában az a címe, hogy Válj valóra, hatékonyságnövelés, én márka, lifehackek. Ennek kapcsán úgy gondoltam, hogy úgy mutatom be a könyvet, hogy mindegyik fejezetéről csinálok egy napi vlogot, és amúgy nem csak így mutatom be, hanem csináltam egy online kurzust is, meg tréningeket, a leírásban meg tudod nézni, hogy miről is szólnak, produktivitás az egyik, a másik pedig ugye a brandingről szól. A flow fogalmát nekem Csíkszentmihályi Mihály vezette be az életembe, vagy ott ismertem meg. Ő igazából azt mondja, hogy a flow az az, amikor az ember tudja, hogy pontosan mit akar és hogyan jut el az egyik pillanatról a másikra. Bill Russell, a Boston Celticsnek a legendás játékosa, ugyanezt a feelinget úgy írta le, hogy olyan, minthogyha mindent lassított felvételben látna, és ezzel annyira tudtam azonosulni, én röplabdáztam gimi, meg általános iskola alatt, és pontosan amikor ebbe a flow-ba, a pillanatban voltam, azt éreztem, mintha megállna az idő, ott vagyok a levegőben, mindent látok, vagy ahogy Neo a Matrixban, amikor jöttek felé a golyók és megállította őket, és az egészet átlátta ennek a dolognak. Ezt az érzést kell keresned. Én viszont most a Magyar Vöröskeresztet keresem, mert éppen megyek vért adni. Jöjjön az intro, véradás, és belemerülünk a témába. És vagyok a véradással. Ha úgy gondolod, akkor te is gyere el, véradás.hu, megnézheted, hogy hol vannak ilyen lehetőségek, hogyha egészséges vagy és szeretnél segíteni, ez egy annyira egyszerű módja az egésznek, és ha bár adtam már vér, de kaptam egy ilyet, mert nem voltam a rendszerben. Na, amiről amúgy beszélnek, és mennyire autentikus az az egész, hogy itt vagyok, az a hideg víz. Utálom a hideget, utálom a hidegvizet, de mégis ez az egész olyan, mint egy ilyen mágikus tabletta, mint hogyha azt mondanád reggel, hogy a kávéhelyet, vagy bármi, ami felpörget, hogy mennyit fizetnél azért naponta, hogy a legproduktívabb állapotodban legyél. És ezt ingyen meg lehet kapni, az a másodperc töredéke szarérzés, amikor a hideg az beüt, de utána én közben zenét hallgatok, pörög minden, és az az érzés, amikor így pum, kirobban. Na hát onnantól kezdve tényleg úgy szállok ki a kádból, hogy a zuhanyzóból, hogy az egész napot teljesen kimaxolom. Aztán van még egy másik ilyen trükk, kimegyek meg egy maszkba beszélni, annyira furcsa, és elmondom ott. Maszkot már tényleg beveszem. Tök jó fejek, még kaptam egy kajakupont, nem mondom el, hogy honnan, de vagy hogy hova szól, de nem is szoktam ilyen gyors kajádákba enni, de most úgy mondom, hogy ezután jó mindenféle ilyen junk cuccot enni, meg cukor, meg ilyesmi pótlása. Oké, szóval a következő, ami segít a flow-ba kerüléshez, az, hogy csinálj magadból teljesen hülyét. Van egy ilyen trükk, vagy valami, hogy mondjuk mész az utcán, és feküdj le a földre, vagy tudod, amikor ilyen free hug, ingyen ölelés táblával áll valaki. Tehát, hogy csinálj valami olyan őrültséget magadból, teljesen bolondját járatod magaddal, hogy azután, hogyha bármi más kell csinálnod, már úgyis teljesen hülyét csináltál magadból, úgyhogy a másik dolog, amitől eddig féltél, az nem is fog annyira parának tűnni. Cselekedj, ne hezitálj. Egy jó módja a cselekvésképtelenségnek az oldásának, hogy nem adsz neki teret. Egyszerűen nem engeded. Ráparancsolsz magadra, hogy igenis csináld. Akár mondhatsz egy ilyen mantrát is magadnak, hogy csináld, 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 csináld.
ezzel, tehát elég sokáig mondod, egy olyan feszültség keletkezhet saját magadban belül, hogy már azt mondod, hogy a fenébe már csak azért is meg fogom csinálni, csak ne kelljen magamat hallgatnom. Menj a saját agyadra, és ezzel tudod ebből a nyugalmi, sehova nem mozgó állapotba, egy ilyen felpörgött flow-ba helyezni magadat. Próbáld ki, és írd meg kommentbe, hogy hogy sikerült. Elindulok hazafele, ahol a lifehack-eket el fogom mondani, de még egy utolsó ide kapcsolódó a csinálthoz sztori, hogyha nem láttad, nézd meg Jim Carrey-nek az Igen ember, Yes Man című filmjét, a kedvencem az, amikor átesik, és akkor már tényleg így nagyon-nagyon mondogatja a dolgot, és benne van mindenben, akkor egyszer végigbulizza az egész nap estét, mert igen mond, és hajnalra elmegy futni, és megkérdezik, hogy hogy bírtad. Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Aztán így elindul, fut, mint az atom, és így eltör hanyat. De az üzenet az jó. Csináld, 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 csináld. Na, otthon találkozunk. Jöjjenek a lifehack-ek. Ha valamihez nincs kedved, akkor mantrázd magadnak azt, mint egy ilyen nagyon kemény edző, mintha saját magad edzője lennél, és mondd azt, hogy fogd be a pofád, csináld, és csak legyél túl rajta. Zene. Ha már az elején Barney Stinson-t idéztem, akkor rakjál össze egy olyan playlistet Spotify-ban, vagy valahol magadnak, ami felpörget. Ugye Barney azt mondja, hogy neki nem az van, hogy felpörgető és le egy ilyen hullámvasutat zene, hanem ő csak felpörgetős és még felpörgetősebb zenéket hallgat, és ettől tud ugye szomorúság helyett csak simán király, awesome lenni. Úgyhogy csinálj magadnak egy olyan zenei listát, ami lehet, hogy valamilyen élményhez köthető, de ahogy meghallod azt a számot, már jobb kedved van, kiúzod magad, mosolyogni fogsz, és egyszerűen belekerülsz a zónába. A mai vlogba ennyi fért bele, hogyha itt vagy és nem találkoztunk, akkor mindenféleképpen nyomj rá a feliratkozás gombra, mellette a csengőre, persze csak akkor, hogyha tetszett a vlog. Akárhogy is, köszönöm szépen, hogy végignézted, holnap találkozunk, arról lesz szó, hogy hogyan szokj le a halogatásról, ugye procrastination, és hogyan csináld okosan a dolgokat. Amúgy a leírásban ott van a könyvem linkje, megrendelhető, van egy egyedi ajánlatom, hogyha szeretnél velem kávézni, akkor dedikáltan Budapest területén belül összefuthatunk, azt is megtalálod az oldalon, hogy mi a deal. Nem spoilerezek, valamint az online képzéseimre is megtalálod az információkat, van ingyenes része is, ki lehet próbálni, ha pedig egyből belevágnál, akkor ott van a fizetett képzés, vagy nyugodtan írjál és valami közös dílt megcsunk, hogyha személyesen szeretnél valamiről beszélgetni, akár tartalomgyártás, vagy branding, prezentáció, valami ilyesmi területekben. Instagramra is menj át, azt hiszem mindent elmondt, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!